Tavaly kezdték építeni azt a betonüzemet, amely újabb munkahelyeket teremt Karcagon. A cég Németországban, Franciaországban, Finnországban és Ausztriában szerzett 2 évtizedes tapasztalatait hasznosítja a Nagykunság fővárosában. Betonból vannak elkészítve a házak, és akár passzív házakat csinálnak itt betonból. És, tehát itt még egy kicsit idegen, de reméljük meg tudjuk honosítani, mert nagyon gyorsan, akár hetek alatt kész van egy családi ház, vagy tényleg 1-2 hónap alatt akár társasházakat is föl lehet építeni belőle. És nem igényel annyi kézi erőt, mert egyre nagyobb probléma szerintem most már Magyarországon is, ugyanúgy, mint egész Európában, a szakmunkások hiánya. Az újfajta technológia jelentősen gépiesített. A cégvezető szerint ez reagál az egész Európát sújtó szakmunkás hiányra. Vagyis a munkafolyamat gyorsan és könnyen megtanulható. Az építőipar abba az irányba megy, hogy minél gyorsabban, minél hatékonyabban lehessen, és persze minél olcsóbban is épületeket megvalósítani. Ennek a gyárnak ez az egyik funkciója. Nagyon bízom benne, hogy ez a jövő év végéig ennek az építésének a gyárnak befejeződik, és elkezdheti a termelést, karcagi családoknak és munkavállalóknak adva lehetőséget a munkához. A 2,5 milliárd forintra tervezett beruházáshoz a központi költségvetés 1 milliárd forintnyi támogatást nyújtott. Túl azon, hogy volumenileg egy nagy beruházás nagyon sok munkahelyet teremt, és nagyon sok olyan lehetőséget kínál, amely hosszú távon fogja meghatározni a város iparát, és nyilván az ezzel összefüggő egyéb beruházásokat is, hiszen olyan ráépülő lehetőségek, ipari ráépüléseket generálhat, amely azt gondolom, hogy az ipari parkok fejlődésével, a további ipari parki területek értékesítésével tovább fogja javítani a város gazdasági életét. Ha felépül, a karcagi lesz a 4. olyan gyár Európában, amely a tetőtől a padlásig komplett modulházakat képes gyártani. A villanyvezetékektől a vízvezetékig, a fürdőszoba csempétől a lépcsőig minden itt a karcagi üzemben kerül a házba, amelyet a telken már csak az alapba kell helyezni és lehet is beköltözni.